Kedves nézőink, csütörtökön tartotta ballagási ünnepségét az Ajkai Szakképző Iskola Bercsényi Miklós intézményegysége. Most az ott készült felvételeinket láthatják. Tisztelt vendégeink, kedves ballagó diákok! Néhány hónapja a Szalagaoton azt kértem tőletek, hogy bizonyítsátok be előbb önmagatoknak, majd tanáraitoknak, oktatóitoknak, hogy megértetek a nagy feladatra. Mutassátok meg, hogy nincs lehetetlen, meg tudtok tátosodni, meg lehet komolyodni, érdeklődővé tudtok válni, és hihető lesz, hogy végeztek az iskolában. Higgyétek el magatok is, hitessétek el velünk is, hogy vannak még tartalékaitok, mozgósítható energiátok, és tudtok kellemes meglepetéseket okozni. Most eljött a megmérettetés ideje. Néhány nap, és elkezdődnek az írásbeli vizsgák. Előtte tekintsük át az elmúlt néhány évet. Einstein azt mondta, hogy nem lehetsz öreg és bölcs anélkül, hogy ne lettél volna fiatal és őrült. Ti nagyon fiatalon kerültetek ide a Bercsényibe, de nem előzmények nélkül. Szereztetek tapasztalatokat az általános iskolában, vagy másik középiskolában, ahol lehet, hogy nem éreztétek jól magatokat, esetleg időközben rájöttetek, hogy másik szakmát akartuk tanulni, és átjöttetek ide. Kialakult már a személyiségetek. Gyorsan kiderült, kitalálja fel magát pillanatok alatt, kiszorul némi biztatásra és támogatásra, és ki az, aki igazán súlyos egyéniség lesz. De hittük, hogy a fiatalság nem csak őrültség, hanem hosszú út a tapasztalat, vagy Einstein szerint a bölcsesség felé. Ezen az úton szakértelemmel, szeretettel, megértéssel, de ha kellett, szigorúsággal segítettünk benneteket. Volt lehetőségetek arra, hogy bővítsétek ismereteteket, szerezzetek némi tapasztalatot, gyakorlatot a szakmában. Akik a környék településeiről jöttek, megismerhették a várost, részesei lehettetek kulturális és sporteseményeknek. Közületek is többen szerepeltetek a városi vetélkedőkön. Külön dicséretet érdemelnek azok a tanulók, akik a szakma kiváló tanulója versenyen indultak. A legjobb eredményt Varga Patrik 12. A osztályos ács tanuló érte el. Ő az első fordulón túljutott, majd az országos előválogatón elért teljesítményért két modulból felmentést kapott a szakmai vizsga alól. Tapsoljuk meg őt! Az eredményekkel párhuzamosan követtetek el apróbb-nagyobb csínyeket, sokszor megszektétek a házi rendet. Mindez hozzátartozik a fiatalsághoz, az őrültséghez. El is fogadható, ha utána jóvá tettétek. De ne feledjétek. Az embernek az a feladata, hogy változtasson magán. Napról napra több és jobb legyen, hogy ezzel változtatni tudjon másokon is,
a világon is. A változáshoz és a változtatáshoz sok minden kell. Határozott célok, kitartó munka, elhivatottság. Ma nehéz a jövőt tervezni. Nagyok a kihívások fiataloknak és korosabbaknak egyaránt. De könnyebb lesz annak, akinek vannak céljai. Ez az értelmes élet mozgató rugója. Mert ha vannak célok, akkor hozzá lehet rendelni a feladatokat. Aki pedig elvégzi, jól végzi a munkáját, az elégedett, sikeres ember lehet. A célok eléréséhez összefogással, a többiek tiszteletben tartásával, egymás segítésével könnyebb eljutni, mint egyedül. Ezért jó, ha az iskolában barátságok, emberi kapcsolatok kötődnek. Az együtt töltött évet alatt megismertétek egymást, megtaláltátok azokat a társakat, akinek értékrendje a legközelebb a ti értékeihez. Jó lesz majd akkor gondolni rájuk, beszélgetni velük, amikor már az ország, esetleg a világ más-más pontján lesztek, és hiányozni fognak a diákévek. A tantestület nevében köszönöm a családotoknak, hogy támogattak benneteket. Elismerésemet fejezem ki azoknak a kollégáimnak, akik sokszor a ti akaratotok ellenére is eljuttattak titeket a vizsgákig. De köszönöm nektek is azt az élményt, hogy láthattuk, ismét Einstein szavait idézve, hogy lett a kis fiatal őrültek némelyikéből bölcs felnőtt. Válaszotok vannak előttetek. El kell indulnotok valamelyik irányba. Lehet még tanulni, de van, akinek munkát kell keresni. Nem könnyű, de meg tudjátok oldani. Erre készültetek az elmúlt években. A sikerhez vezető út a lehetőségek felismerésén és megragadásán keresztül vezet. Találjátok meg! Ehhez kívánok sok energiát és sikert! Csillagok sütök, hogy hajtok, bárhová is mennél, én ott leszek veled, és óvlak minden bajtól. Mindig bátran lép, jöhet nyár és tél, amit küldesz minden jel, a szívemig jut el.